Egy másik téma következik, 2,5 év a túlélési esélye, ha nem veszik észre szív- vagy tüdőtranszplantációval és a megfelelő terápiával, azonban a betegek túlélési esélye ugrásszerűen nő, az életminőség javul, és elsősorban a fiatal felnőtteket érinti. Nyilván már kérdezik, hogy miről beszélek. Ez egy nagyon-nagyon ritka betegség. Arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan kezelhető, hogyan lehet ezzel élni a ritka betegségek világnapja kapcsán. Itt van Csabuda Eszter, a Tüdér Egyesület elnöke. Köszöntöm Önt. Pulmonális hipertónia, ez a betegség neve, mi ez? Tulajdonképpen ez egy magas tüdővérnyomást jelent, amikor a tüdőerek beszűkülnek, és ezáltal a keresztmetszete csökken, megnő a nyomás, és a szív jobb kamráját terheli, ott keletkezik túlnyomás, és kitágul. Mitől lesz valakinek ilyen betegsége? Ezt sajnos nem tudni, ismeretlen eredetű a betegség. Mi a tünet? A tünete nem tipikus. Tulajdonképpen, hogyha lépcsőzünk, terhelésre, légszomjat érzünk, bedagadnak a lábaink vagy a hasunk a vizesedéstől, fáj a mellkasunk, szúrja, erős szívdobogást érzünk, vagy terhelés következtében ez rövid eszméletvesztéssel is járhat. Most, ahogy most Ön elmondta, szerintem azt lehet hallani, hogy van egy betegség, kezelik, és lehet vele élni, de nem? Hát igen, igen, sajnos nagyon hosszú idő, 2-3 évet is igénybe vesz, mire diagnosztizálják ezt a betegséget. És amikor diagnosztizálták, onnantól kezdődik a gyógyszeres kezelés. Sajnos az életkörülményeink nagy mértékben megváltoznak, mert eleinte azt mondják, hogy asztmás, vagy allergiás, vagy egyéb szívpanasza van, és mire kiderül, akkor már olyan stádiumba kerül a beteg, hogy javítani egyáltalán nem tudnak az állapotán, csak stabilizálni. Gyógyszere mennyi ideig lehet vele élni? A statisztika szerint, mivel ez nem régen felfedezett betegség, statisztika szerint a betegek 2/3 az 5 évet is túléli. Önnél mikor diagnosztizálták ezt a betegséget? Nálam 2005. decemberében diagnosztizálta egy kardiológus szakorvos, és 2006-ban egy fél évig tartott körülbelül, amíg a különböző komplikált vizsgálatokat elvégezték, és ezt követően kaptam a gyógyszeres kezelést. Hány ilyen beteg van ma Magyarországon? Magyarországon körülbelül 80-90 betegről tudom. Azért tartom nagyon fontosnak megbeszélni, mert ugye a tünetek allergiásból rengeteg van, asztmásból is nagyon-nagyon sok van, tehát azért azt szeretném, hogy akinek ilyen típusú tünete van, ne rögtön erre a nagyon-nagyon komoly betegségre gyanakodjon, viszont kell rá gyanakodni. Azt tudom, hogy egyáltalán nem olcsó a gyógyszerezés. Igen, sajnos kezdetben közel 1 millió forintba került egy havi gyógyszerellátásunk. Álljunk meg egy picit, ez kifizeti? Fizette az társadalombiztosítás. Aztán volt egy rövid időszak, egy fél év, ami nekünk nagyon-nagyon hosszú volt, amikor megvonták ezt a támogatást. Egyedi méltányossági engedéllyel kaphattuk a gyógyszert. Ma már elmondhatom boldogan, hogy van 3 gyógyszerünk, amit az OEP támogat, és hozzáférhető a magyarországi betegek számára. Külföldön máshol van olyan gyógyszer, módszer, ellátás, amivel nem azzal a tudattal kell élni, hogy tudja, hogy már csak valamennyi van? Mindannyian tudjuk, csak a végtelennek hisszük. Igen, 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 igen. Európában mintegy 7-8 féle gyógyszertörzs könyveztek, és mi tulajdonképpen ezért is hoztuk létre a Tüdőér Egyletet, ahol tömörítjük, összefogjuk ezeket a betegeket, érintetteket, és csatlakoztunk egy európai szövetséghez, a PH Europe-hoz, azért, hogy harcoljunk azért, hogy Magyarországon is elérhetővé váljonnak azok a gyógyszerek, amik már a többi országban elérhetők. Mert ha lenne, sokkal jobb kilátásunk van, mert a szervezet hozzászokik egy idő után a gyógyszerhez, vagy pedig romlik az állapotunk, és akkor kombinációs kezelésre van szükség, az pedig nálunk még nem valósul meg. Kérdezhetek egy picit a családjáról? Igen. Tehát, hogy gyermek, férj,
Van gyermekem, egy gyermekem van, élettársam. Uh-huh. Azért nem a magánéletébe szeretnék turkálni, csak azon kezdtem el gondolkodni, hogy persze beszélhetünk erről orvosi szempontból, és az is nagyon fontos. De azért van ennek egy másik oldala, hogy egyszer csak diagnosztizálnak egy betegséget, eddig a rákot, tehát ismertünk néhány olyan betegséget, amiről ott van rögtön a félelem, megjelenik a kiejtésével együtt, hogy eddig tarthat. De ott vannak, akik meggyógyulnak, vannak, akik nem, tehát a remény ott van. De önöknek azt mondják, hogy hát ezzel x évig lehet még élni. Hogyan változtatja meg ezt az élethez való hozzáállását? Sokkal félelmetesebb lesz, vagy egy belenyugvóbb, vagy egy jobban élő emberré válik? Tragédia akkor van, amikor a diagnózist közlik az emberrel, akkor megszűnik az élet, megszűnik a világ körülöttünk, és aztán meg kell barátkozni, át kell gondolni mindent, és tulajdonképpen talán rövidebb távra tervez már az ember, de depressziót is okoz, és magába zárkózik a beteg. Kezdetben nem tud beszélni a betegségéről, mert részben szégyenli, részben rendkívül kellemetlen saját magának is azt érezni, hogy lehet, hogy egy fél év vagy, szóval nem tudni. Tehát ezt fel kell dolgozni, ehhez nagyon nagy segítség kell, és itt jön a család segítsége, a barátok segítsége, akik próbálják elfeledtetni. Na most a feledés akkor megy, hogyha az ember az életvitelét el tudja látni bármilyen korlátozott körülmények között. De hogyha olyan állapotba kerül, hogy még a fürdőszobába sem tud kimenni, mert annyira fullad, uh-huh. igen, annyira oxigénhiányos, akkor sajnos nem tud szabadulni a gondolattól. És ezeknek az embereknek szükséges, hogy a nap minden órájába lelki támaszt nyújtsunk, és segítsük őket. Hogyan tudnak segíteni? Tulajdonképpen nagyon nehéz, mert az egyesületünknek nincs támogatója, családtagok, illetve a betegek alkotják, és hát saját pénzünkből hívjuk egymást telefonon. Nagyon-nagyon nagy segítség lenne számunkra, hogyha egy telefontársaság például segítene egy mobiltelefonnal, vagy használatával, akár egy rögzített keretösszegig, mert amikor valaki rosszul érzi magát, és azt érzi, hogy már rögtön össze fog esni, és elájul, és akkor ha meg tudja nyomni azt a telefont, és tud egy segítséget hívni, akkor sokkal bátrabb lesz, és az önbizalma is megnő, tehát talán tudnánk többet segíteni az embereknek. Igen? Mi 2008-ban hoztuk létre ezt az egyesületet, és sajnos azóta már négyen távoztak köszönünk. Amikor így olvastam a témáról, akkor ott a tüdőtranszplantáció, mint lehetőség is szerepelt. Ez egy végleges megoldás, vagy pedig kitolja ezt az időt, vagy életminőséget javít? Ugye ez a betegség a tüdőt és a szívet érinti. Részleges megoldás uh-huh. tud lenni a tüdőtranszplantáció, amit jelenleg Bécsbe végeznek. 28-án, február 28-án mire készülnek? Február 28-a, most már 4 éve tartjuk Európa, illetve világszerte a ritka betegségek világnapját, és az európai szervezetünk elhatározta, hogy egy ismertető kampányt indít. Kék ajkak elnevezéssel indítunk egy kampányt Európa szinte minden nagyvárosába. Ugye ez a kék ajkak, ez egy elég durva dolog, ugye elkékül a száj. Igen, amikor... ez egy jellegzetes tünete a betegségnek. Megmutatjuk, hogy jól lesz, igen, ez itt tökéletes, mindjárt látni fogják. Ezek micsodák tulajdonképpen? Ez egy cukorka nyalóka, ami a nyálkahártyát megfesti, hogyha valaki ezt szopogatja, és ezzel fel tudja hívni a figyelmet arra, hogy ugyan hogy néz ki az a beteg, amikor oxigénhiányos uh-huh. állapotba kerül. A körmök ugyanúgy el tudnak kékülni, mint a száj. És 28-án mi a nyugati téri metróállomáson tartjuk ezt a kampányunkat, ahol plakátokkal hívjuk fel a figyelmet arra, hogy bárki érintett lehet, gyermek, felnőtt, középkorú, időskorú ember, tehát ez a betegség nem válogat. Ön hogy van? Köszönöm szépen, az én állapotom stabilizálódott. Minek köszönhető?
Elsősorban a gyógyszernek, és talán annak, hogy fel tudtam dolgozni lelkiekbe ezt a betegséget, hogy ezzel együtt kell érni, nem leszek hosszú távfutó. Van egy telefonálunk, háló. Jó napot kívánok, én Mihálka Istvánné vagyok, és a doktornőtől... Ő nem doktornő, ő egy érintett, aki ezt az egyesületet vezet, tehát nem orvos. Akkor lehet, hogy rossz... Azért kérdezzen, csak mondom, hogy nem orvos. Hát azt szerettem volna kérdezni, a férjemnél dilatatív kardiomiopátiát állapítottak meg, de ugyan ezek a tünetei tulajdonképpen, hogy a szív kitágult, és tehát légszomja, illetve hát ebből kifolyólag köhögés lép fel fizikai terhelésre, és ez egy... Mi a kérdése? Hát ez lett volna a kérdésem, hogy ez tulajdonképpen ez a betegség, vagy ehhez az egyesülethez fordulhatunk-e? Én szerintem orvoshoz kéne fordulni, ugye? Először... A orvos állapította meg, igen. Tehát akkor kell az egyesülethez fordulni, hogyha ez a, még egyszer betegség nevét? Pulmonális hipertónia. Pulmonális hipertónia a betegség neve, nem, akkor nem. Jó? Értem. De gyógyulást a férjének, köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra, van viszont egy másik hallásra. Telefonálónk is. Halló? Halló, jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Parancsoljon. Én azt szeretném megkérdezni, most kapcsolódtam be az adásba, hogy nekem olyan van, hogy Osler-kór. Ez is egy nagyon ritka betegség. Mi a neve? Osler, úgy van írva. Én sem hallottam. Hát igen, nagyon ritka. 250 ilyen beteg van állítólag Magyarországon, és az egész világon nagyon kevés van. Olyan az élemszerem, de szinte átszivárog a vér. Például most is csorog az orromból. És ezzel mit tudnak tenni? Hát azt szeretném megkérni, hát semmi, én gyógyítgatom magamat, hogy esetleg valami tippet, ötletet, vagy valamit. Hát... Tud valamit mondani, pedig ugye nem orvos, de úgy látszik, hogy a ritka betegségekben sok mindenről. Hát, igen? Ez, hogy bekapcsoltam, és látom, hogy ez... Figyelj, már is meghallgatjuk. Köszönöm. A RIROS, a Ritka Betegségek Országos Szövetsége holnap tartja a kongresszusát, konferenciáját. Igen. A Városligetbe, a Mezőgazdasági Múzeumba, ahol szakmai előadások is lesznek, és ott vannak a ritka betegségeket képviselő egyesületek és szövetségek. Akkor oda kéne holnap menni, ajánlom, jó? Hogy hát keresse helyzet, fel. Ez a legesszegről beszélek, és hát körülményes lenne. Hát akkor most mit mondjak? Ja. Interneten. Internete van? Igen. Na, akkor szerintem, hogyha... RIROS. Ezt gondolom RIROS.hu. Tehát Ritka Betegségek Országos Szövetsége. Igen. És akkor ott próbálja meg ugye a holnapi programról, hát ha meg lehet valamit tudni. De ezzel nem mi adottunk meg semmit, de talán információt kapnak. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Foglalkozok mindenfele. Jó, szép napot kívánok. Én is. Viszonthallásra. Köszönöm szépen önnek is, és sok évig sokat beszélgessünk még itt. Jó, és jöjjön vissza azzal, hogy meggyógyult mégis. Nagyon kedves, köszönöm szépen. Örömmel.